Újabb szalagátvágás Biriben, ezúttal a csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióját szentelték meg a helyi történelmi egyházak vezetői. A beruházás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat támogatásával jöhetett létre, a terület és település fejlesztési operatív program részeként. Mi lesz ez a jövőben is, annál is inkább, mert az éghajlatváltozás kikényszeríti, hogy ezeket az árkokat, vízelvezető árkokat rendbe tegyük, azért is, hogy a utak épségben maradjanak, és hát a hirtelen jelentkező nagy mennyiségű csapadékot el tudják vezetni a településekről. Ugye a napokban éppen országos hír, hogy milyen koncentráltan kis helyen esik csapadékvíz, ezért szükséges ezeknek az árkoknak a folyamatos fejlesztése. Ez karbantartást, felújítást és elvezető kiépítését is jelentheti. Biriben már korábban is volt csapadékvíz elvezető rendszer, itt egy 1 kilométeres szakasz felújítása történt meg egy év alatt 100 millió forintból. Van még egy pár utca, ami már nem félt ebbe a projektbe bele, de már így is látjuk, hogy nem áll meg a belvíz, meg az emberek örömére szolgál az is, hogy ugye már el lehet járni az utakon. Bízunk abban, hogy jövőre, vagy egy újabb beruházás folyamán még az egész faluban, ahol még két utcában lenne nagyon-nagyon indokolt, újra meg tudnánk valósítani valamilyen úton, módon a belvízelvezetését. Biri szerencsés településnek számít a belvíz szempontjából. Ritkán jelent problémát a sok csapadék. A biztonság tovább növelése érdekében azonban minden harmadik utcában szikkasztó árkot is kialakítottak. Két helyen pedig, ahol a legtöbb belvíz összefolyik, betonból hoztak létre összegyűjtőt. Így könnyebb az árkok takarítása is. A választókerületben 12 ilyen beruházás történt. Jószerével 100 milliós nagyságrendű fejlesztésekről szól a történet. 12 települést érint ez, 1,2 milliárd forint értékben. Reményeink szerint növekszik az itt élők biztonsága. A képviselő hozzátette, a napjainkban egyre gyakrabban tapasztalható villámárvizek miatt nagy a félelem a falvakban is, ezért kiemelt jelentőséggel bírnak az ilyen településfejlesztési beruházások.